Üdvözöllek benneteket! Mai leckénkben másodfokú egyenletek megoldását gyakoroljuk. Oldjuk meg a következő másodfokú egyenleteket, megoldó képlet használata nélkül, kizárólag fejben, vitt szabályainak segítségével. Egy előző leckénkben már megismerkedtünk ezekkel a képletekkel. Láthattuk a teljes levezetést, és azt is megtanultuk, hogy mire kell odafigyelnünk hogy ezeket a feladatokat kizárólag fejben is meg tudjuk oldani. Ezt gyakoroljuk akkor a mai leckénkben. Oldjuk meg tehát a következő másodfokú egyenleteket. Az első ilyen másodfokú egyenlet így szól. x négyzet mínusz 6x mínusz 16 egyenlő 0. A módszernek a lényege, vagyis Witt szabálya kimondja, hogy a gyököknek a szorzata, az a c per a, a mai első feladatunkban az A együtt az értéke 1, vagyis sokkal egyszerűbb dolgunk van. A két gyöknek a szorzata tehát egyelő a C-vel, vagyis mínusz 16-tal. A két gyöknek az összege az a mínusz B per A, vagyis ami példánkban most akkor csak a mínusz B, vagyis plusz 6. Keressünk tehát két olyan számot, melynek a szorzata mínusz 16, az összege pedig a mínusz 6-nak az ellentétje, vagyis a plusz 6 hogyan írom fel a 16-ot szorzatként. Az egyik ilyen lehetőség az 1 16 ebből viszont nem tudunk 6 kapni. A következő ilyen lehetőség a 2 x 8 ebből már össze tudunk kombinálni 6 -ot. Mivel plusz 6-ot keresünk, így akkor a pozitív szám lesz a nagyobb, a negatív szám pedig a kisebb, hiszen a két szám szorzata negatív számot ad. Így akkor meg is kaptok tehát rögtön a megoldás halmazunkat, az egyik számunk tehát a mínusz 2, a másik szám pedig a plusz 8. Nyugodtan mindenki le is ellenőrizheti a megoldásunkat, vagyis fogjuk a mínusz 2-t, helytesítsük be, és ellenőrizzük le, hogy nullát kapunk-e. Ugyanígy a plusz 8 esetében. Ugye milyen gyorsan meg tudtuk oldani a másodfokú egyenletet, kizárólag fejben, bit képlete segítségével. Próbálkozzunk a következő feladattal mínusz x négyzet plusz 3x 2 egyenlő nulla. Ennél a feladatnál azt láthatjuk, hogy az a együtt az értéke mínusz 1, így akkor a bit képlete is egy picit módosul. A két gyöknek a szorzata az a c per a, vagyis a mínusz 2 per mínusz 1, vagyis plusz 2. Akár ide fel is írhatom, hogy plusz, hogy plusz 2-t figyeljek. Keresek tehát két számot, úgyhogy a szorzatok, plusz 2 legyen. Ezek a számok lehetnek akár az 1 és a 2, vagy pedig a mínusz 1 és a mínusz 2. Nézzük, mit ad a mínusz b per a. A mínusz b az mínusz 3, az a az mínusz 1, mínusz 3 azt van mínusz 1 az plusz 3-at ad. Így akkor egyértelmű, hogy az plusz 1 és a plusz 2 az az a szám, melynek a szorzata plusz 2, az összege pedig plusz 3 és így meg is kaptuk, tehát a megoldás halmazt. Az egyik megoldásunk a plusz 1, a másik pedig a plusz 2. Ilyen esetben, amikor az A együtthatónak az értéke mínusz 1, javaslok egy másik módszert. Az egyenletet akár szorozzuk be, vagy osszuk el mínusz 1 el így akkor megszabadulunk ettől a mínusz 1-től, amely ugyancsak becsapós lehet. Ha mostani egyenletünket, tehát akár elosztom, akár megszorozom mínusz 1 el minden előjel megváltozik, így kapjuk meg a plusz x négyzet, mínusz 3x plusz 2 egyenlő 0 másodfokú egyenletet. Ennek az egyenletnek ugyanezek lesznek a megoldásai. Ha vesszük az eredeti módszerünket, keressünk tehát két számot, melynek a szorzata 2, és ugyanennek a két számnak az összege, tehát plusz 3-at kell, hogy adjon. Igen, az előtt már láthattuk, ez a két szám lesz a plusz 1, illetve a plusz 2. Nézzük akkor a harmadik feladatunkat, melyben ugyancsak azt látjuk, hogy az a együtt ható értéke mínusz 1. Mínusz y négyzet plusz 5y plusz 14 egyenlő 0. Alkalmazom azt a módszert, amit az előtt már mutattam, beszorzom vagy elosztom az egész egyenletet mínusz 1 -jel. Megváltoztatom tehát először is az előjeleket, plusz y négyzet lesz, plusz 5y mínusz 14 egyenlő nullával. Keresek tehát két olyan számot, melynek a szorzata 14. Ez lehet akár az 1 és a 14, ebből viszont nem kapunk 5 -öt. A másik ilyen lehetőség a 2 és a 7, ebből már össze lehet kombinálni az 5 -öt. Nézzük, milyen 5 van nekünk szükségünk. A plusz 5-nek az ellentétje a mínusz 5. Ez azt jelenti, mivel a két szám szorzata negatív, hogy az egyik pozitív, másik negatív lesz, negatív szám lesz a nagyobb, ez lesz tehát akkor a mínusz 7, a pozitív szám pedig a kisebb, ez pedig a plusz 2. Tehát a megoldás halmazunk a mínusz 7 és a plusz 2. Következő egyenletünk így szól. Z négyzet plusz z mínusz 42 egyenlő 0. Valójában most egy nagyon egyszerű egyenletet kell, hogy megoldjunk az A együtt hatónak az értéke 1, ami azt jelenti, hogy nem kell most szorozni, osztani mínusz 1 -jel. Keressünk két olyan számot, melynek a szorzata 42. Hát a 42 többféleképpen föl lehet írni, viszont azt látjuk, hogy ezekből a számokból, ezekből a szorzatokból majd egyet kell összekombinálni. Ez azt is jelenti, hogy ezeknek a számoknak viszonylag közel kell, hogy legyenek egymáshoz indulhatnánk, tehát úgy is, hogy egyszer 42 vagy 2 21, viszont sokkal gyorsabban eljuthatunk két egymáshoz közeli szám szorzataként, például a 6 x 7. Ugyancsak azt látjuk, hogy a szorzat negatív, vagyis azt jelenti, hogy egyik gyök pozitív, a másik negatív, mivel most mínusz egyet keresünk, ez azt jelenti, hogy a nagyobb szám lesz a mínusz 7, a kisebb szám pedig a plusz 6. Föl is írhatjuk akkor a megoldás halmazunkat, mínusz 7, illetve plusz 6. Nézzük következő egyenletünket. 2a négyzet, mínusz 5a, egyenlő 0. Azt látjuk, hogy a szabad tagunk az 0, így akkor a c per a az is 0. Mikor ad két szám szorzat 0 nullát, csak is akkor, hogyha az egyik szám nulla. Mivel ez egy hiányos másodfokú egyenlet, tanultuk, hogy az ilyen típusnál az egyik megoldásunk mindig nulla föl is írhatjuk akkor tehát az egyik megoldást nullaként. Mivel az egyik megoldásunk nulla, könnyen kiszámíthatjuk a másik megoldást, egyszerűen vesszük a mínusz b per a vagyis az lesz az 5 ketted. Így akkor már meg is van a másik megoldás, 5 ketted, vegyes törtként átalakítva, plusz 2,1 ketted. Nézzük következő egyenletünket. Mínusz 2b négyzet mínusz 16b plusz 18 egyenlő 0. Észrevehetjük, hogy minden egyes együttható páros szám, így akkor eloszthatom kettővel, vel sőt, annak érdekében, hogy az a együttható nem maradjon negatív szám, nem kettővel, hanem mindjárt mínusz 2-vel osztok. Így akkor az új egyenletünk, ha mínusz 2-t osztom mínusz 2-vel, az plusz 1, vagyis lesz csak plusz b négyzet, a mínusz 16-ot, ha mínusz 2-vel, az plusz 8, vagyis plusz 8b, és a plusz 18-at, ha mínusz 2-vel, marad a mínusz 9. Így akkor érdemesebb ezt az egyenletet megoldani. Keresek két számot, melynek a szorzata 9, ez lehet akár az 1 és a 9, és ebből a 1-ből és 9-ből rögtön össze tudunk kombinálni 8-at. Valójában mínusz 8-at kell keresnünk, mivel mínusz 9 a szólzatuk, egyik pozitív, másik negatív, mínusz 8-at keresek, ebből adódik, hogy a nagyobb szám, a mínusz 9, a kisebbik szám pedig a plusz 1. Tehát a megoldás halmazunk a mínusz 9 és a plusz 1. Ennél a feladatnál vegyünk még egy érdekességet észre. Ha letakarom a b-ket, vagyis a változókat, akkor marad 1 plusz 8, az 9 és 9-9 egyenlő nullával. Rögtön láthatjuk, hogy szinte ránézésre az egyik megoldásunk az 1, vagyis a plusz 1. A másik megoldás akkor, hogy ha indulunk, hogy a két gyöknek a szorzata mínusz 9, mit kell szorozni egyel, hogy mínusz 9-et kapjunk, igen a mínusz 9-et. Hasonlóképpen oldjuk meg a következő egyenletünket is. Itt már abból indulunk ki, hogy 2 plusz 5, mínusz 7, egyenlő 0. Vagyis ennél az egyenletnél ránézésre az egyik megoldásunk az 1. Ha az egyik megoldás 1, egy, akkor a másik megoldása x1-x2 adja c per 6, a, vagyis a mínusz 7 per 2-t. A másik megoldásunk tehát a mínusz 7 ketted, vagyis a mínusz 3 egész 1 ketted. Mondanám sem kell, hogy ezek a feladatok típus feladatok. Ez azt jelenti, hogy a bemutatott módszerek csak bizonyos típusoknál alkalmazhatók. Nézzük, mit tudunk alkalmazni következő feladatunknál. 2x négyzet, mínusz 5x plusz 2, egyenlő 0. Hát a zavaró tényező, ez a kettes, annak érdekében, hogy az a együttható ható egy legyen, így akkor ezt az egyenletet, minden egyes tagját osszuk el kettővel. Nézzük a módosított egyenletünket. A 2x négyzetet elosztom 2-vel, marad csak x négyzet. Ez azért jó, mert az a együttható értéke immár 1. A mínusz 5-öt, ha osztom 2-vel, nem tudom elosztani, töltként írom föl, mínusz 5 ketted, és a 2-t kettővel 2-vel, a hányados 1. Mivel a két gyöknek a szorzata 1, tudjuk, hogy csak úgy kaphatunk egyet szorzatként, hogy ezek a tényezők egymásnak a reciprok értékei. Ilyen például az 1, 2 x 2, vagy az 1, 3 x 3, és folytathatnám tovább a sort. Mivel a két gyöknek az összege, láthatjuk, hogy 2-ed, így akkor a megoldás halmazba plusz 5 2 kell, hogy kapjunk, mindkét megoldás ezek szerint pozitív lesz, az egyik megoldásunk tehát az 1-2, a másik megoldás pedig a 2 per 1-ed, vagyis a plusz 2. Elérkeztünk 9. feladatunkhoz x négyzet mínusz zárójában a plusz 1 szorozva x-el plusz a egyenlő 0. x szerint oldjuk meg a másodfokú egyenletünket, láthatjuk, hogy a megoldásunk majd biztos, hogy tartalmaz a-t. A két gyöknek a szorzata a kell, hogy legyen, az összegük pedig láthatjuk plusz a plusz 1. Hát ez nem lesz nehéz, hiszen hogyha az A-t és az egyet összeszorzom, visszakapom az A-t, így akkor az egyik megoldásunk lesz az A, a másik megoldás pedig az 1. A szor 1 adja az A-t, A plusz 1 pedig az A plusz 1-et. Hasonlóképpen oldjuk meg a következő egyenletünket is. x négyzet plusz ax mínusz 2a négyzet egyenlő 0. Induljunk most is a szorzatból a két gyöknek a szorzata, mínusz 2 a négyzet. Ebből már egyértelművé válik, hogy az egyik gyök is, és a másik gyök is tartalmaz a-t, sőt az egyikből lesz egy, a másikból pedig kettő. Az összegük láthatjuk, hogy mínusz a kell, hogy legyen, ami azt jelenti, hogy abszolút értékben a nagyobb számunk a mínusz lesz. Így akkor az egyik megoldásunk a mínusz kettő a, a másik megoldás pedig a plusz egy a ennek a kettőnek a szorzata, mínusz 2 a négyzet, az összegük pedig a mínusz a. Következő feladatunk így első ránézésre lehet, hogy ijesztőnek tűnik. x négyzet mínusz zárójelben négyzetgyök 3 plusz négyzetgyök 5, ez szorozza az x-et, plusz négyzetgyök 15, egyenlő 0. Úgy is mondhatnám, hogy figyelhetnénk a feladatot akár gyökök nélkül is keresünk tehát két olyan számot, melyet ha összeszorzunk 15-öt kapunk, az összegük pedig láthatjuk plusz, gyök 3 plusz, gyök 5. Hát a gyök 15-öt egyértelműen úgy kapunk, hogy összeszorozzuk a gyök 3-at és a gyök 5-öt. És rögtön adott ennek a két gyöknek az összege is. Így akkor a megoldás halmazunk, egyszerre leolvassuk, az egyik lesz a gyök 3, a másik pedig a négyzetgyök 5 és valami hasonlót kell alkalmaznunk utolsó feladatunknál is. x négyzet plusz négyzetgyök kettő szorozva x mínusz 4, egyenlő 0. A két gyöknek a szorzata, mínusz 4 kell, hogy adjon, az összegük pedig gyök 2 illetve mínusz gyök 2 Ebből már következthethetünk, hogy az egyenlet megoldásai gyök 2 tartalmaznak. Az egyiknél is van gyök 2, a másiknál is van gyök 2, a szorzat gyök 2 szor gyök 2 kettőt ad, ami azt jelenti, hogy szükség van még egy kettesre. Így akkor az egyik megoldásunk lesz 2 szor gyök 2, a másik pedig csak gyök 2. Az a kérdés, hogy melyik lesz plusz és melyik lesz mínusz. Mivel a szorzat negatív, azt jelenti, hogy egyik pozitív, másik negatív lesz, az összegük mínusz kell, hogy legyen, így akkor abszolút értékben a nagyobb lesz a mínusz vagyis a mínusz kettőször gyök kettő lesz az egyik megoldás, a gyök kettő pedig a másik megoldás. Föl is írom akkor a megoldás halmazt, mínusz kettőször gyök kettő és plusz gyök kettő. Ha leellenőrizzük, a kettőnek a szorzata, gyök kettőször gyök kettő az kettő, mínusz kettőször kettő az mínusz négy, a kettőnek az összege pedig mínusz kettőször gyök kettő, plusz egyszer gyök kettő, igen, visszaadja a mínusz gyök kettőt. Íme láthatunk néhány feladatot, melyben alkalmaztuk vít szabályát. Ezeknek a szabályoknak a segítségével a másodfokú egyenletet megoldhatjuk megoldóképlet nélkül, kizárólag csak fejben. Ezzel leckénk végéhez is érkeztünk, köszönöm a figyelmeteket!